Ugyanúgy az egymásra nézés, de csak Sullivan képét láthattuk. Na. Megint beremegtem. Valamiért nem mutatja a másik képet. Most már elrendelték a bombázást reggel 7-kor. De most már jogos. Na honnan jött a gáz? Arra az most tényleg kíváncsi vagyok. Igen, ezt eddig is tudtuk az alagútból. Úgyhogy kinyílik az a bunker. Nem, te itt maradsz. Elég bajt okoztál már nekem. Mármint nekem. Így van. Egyébként nem vagyok meglepődve ezen a Love Interesten egyébként, mert alapból a Road to Fortune-ös képregény verzióban ott ismerkedtek meg először, ott találkoztak együtt, ugye Frank meg Rebecca, és hát amíg meg nem hal, hát akkor elvileg ott lett volna mellé Love Interest, de az a Love Interest, azt most átrakták ide ebbe, de mivel az eredeti sztoriban ugye Rebecca halott, de mindegy, itt meglátjuk, mi történik. Ugye most vagyunk azon a szinten, hogy most el kell döntenünk, hogy beadjuk-e TK-nek az Ombrex-et, vagy nem, de mivel mondtam, hogy a sztorira megyek, és az overtime-ot is szeretném végigvinni, tehát hogy ugyanazzal fogunk találkozni, mint az alapjátékban, úgyhogy TK-nek beadjuk, és bemosok neki egyet, de cseszed keményet! Mondtam. De most arcon csapnám még egyszer, hogyha a játék nem blokkolná a Safe House-ban való vagdosást. Ez csak a sandbox módban lehet ezt megcsinálni. Na, mindegy. Szóval,
Azon vagyok, hogy megcsináljam a kalapácsos baltás kombókat, mert ugye a kettő van. Esetleg a macsétás seprőm megadná a szolgálatot. Közben meg van három lézerkardom, amiből tökéletesen kijön kettő darab villámpuskával való kombósítás, úgyhogy ezt majd a játék utolsó fejezetében lehet, hogy ez majd a baromi nagy segítség lesz. Annyira bevágosodott a játék, hogy még az előző küldetésben ragadt. Meg az a feladatom, hogy az Only Lead, ugye ami az Atlantica kaszinó tetején van. The Only Lead, find the source of the gas underground. Ja nem, ez az undergroundban van, tehát ott lefele kell menni. Nyilvánvaló, hogy az Atlantica alatt kell lemennünk. És úgy haladni tovább. De egy biztos, hogy most a másik irányba megyek. És megyek a déli pláza fele, ami egy biztos. Én szerintem kikapcsolom a izét a tutoriált, mert most nagyon bevágosodott. És így. Ez már tuti biztos, mert ez már egy kicsit ijesztő. Na! Tehát ezt nem hiszem el. Jó, akkor hagyom a francba. Hagy. Hadd pózoljam. Engem már nem izgat. Nekem az a fontos, hogy gránátot hol kéne szereznem. Gránát kéne. Mert nem gránát, hanem kalapács. De hát azt tudjátok, hol van. A déli plázában van legfőképpen, mert ott nagyon építkezés van. Baromi nagy építkezés. Meg hát az nagy segítség lenne, ha mondjuk izében is találnék. Itt biztos, hogy nem. Esetleg a szomszédban. Ugye itt volt az alapjátékban a Brandon elleni boss fight. De itt csak gázdudára való. Meg rakétavetőre, meg izére. Hordozható fűnyíró léc. Ez meg pont nekem nem kell. Tehát akkor nincs más hátra, amit haladok tovább a déli plázába, és építek egy csomó baltát. Baltára valót. Na most van egy csomó idő, de ez az biztos, hogy reggel 7-kor lesz a bombázás. Tehát van még kb. 18 és fél óránk. Balta itt van, kalapács miért nincs? Elvileg a backstage-ben kéne, hogy legyen. Mert találtam is egyébként, emlékszem rá. Itt volt a lift, erre már nem lehet visszafelé menni, mert ott voltak ugye az izék. Az ikreknek az öltözője. Egy csomó balta van itt, de kalapács nincs, úgyhogy tényleg be kell menni a déli plázába. Ez meg ugye arra fele van. Az a baj, hogy most felépítették ide ezt a színpadot, de csak a payback miatt, vagyis hát a vesztes ügy miatt. Tehát az off the record miatt ezt ideépítették, ezt a cuccost. És akkor itt vagyunk a déli plázában, éppen most már itt a szememet kell használnom, hogy mi hol van, mert van a közelben a maintenance room, csak az a baj, hogy hát a tárgyak meg nagyon szarrá vannak elpakolva, és hát nem nagyon tudom, hogy mit hol találjuk. Na, hát erről van szó, gyerekek. Na, köszönöm szépen. Végre. És akkor még egyre lenne szükségem, és akkor annyira boldog leszek. Azt már lekaptam egyszer. Ezt már ide is rakom akkor. Az igen, eltűnt.
Eltűnt a balta. De remélem ott maradt, ugye? Hát van még egy itt egy balta, tehát remélem, hogy nem tűnt el. Itt fönn van narancsjuice. Nézzük, itt van evezőlapát, meg láncfűrész, tehát pedlószót lehet csinálni itt bármikor. Itt van vízipisztoly, tehát még lángszóróra valót is lehet készíteni. Az a bajom, hogy most nincs olyan, amit most totálisan szeretnék. Így nesze neked. Igen, itt csak izé porszívó van, meg feszítő vas. Bimba. Hát ez necces. Itt is volt kalapács, még emlékszem, hogy az a másik játékban volt. Annyira bírom, hogy nagyon szét kell randomizálni egy-két olyan dolgot, amire baromira nincs szükség az embernek. Tovább bonyolítani a helyzetet. Na, erről van szó. Most az a kérdés, hogy megmaradt-e a balta, vagy a pont az animáció miatt egyszerre tűnt el az is. Nem tűnt el. Az igen, nem tűnt el. Jaj, de jó. Oké. Hát, tápakolni. És mondom, esetleg van még izére való. Macsétára való, de mondom, hogy izére lenne szükségem BFG-re, mert az a baj, hogy a Finotrans bunkerben nincsen sajnos. Nincs. Úgyhogy most ennyit pakolok össze, és akkor majd a BFG-ket majd így utólag hozom magamban, vagy nem tudom mi van, vagy lehet, hogy a Mjölnéreket használom majd még utoljára föl. Na, irány az alaksor. Meg sokkolót is külön kell találnom, tehát az is necces helyzet. Tehát annyi biztos, hogy először hozni kell magammal a BFG-t, a sokkolókat meg ott a pornó szexboltban fogok találni. Nagyon bármennyi köteggel, kifogyhatatlan mennyiségben. Ha tényleg az a három van, akkor kijövök, mert bejövök a izén a Palisades-en. Ott a furgon. Nem érdekel, hogy lassú, de legalább haladok vele. És úgyis erre is kell menni, mert erre lesz majd a izé. A bunker. És itt lehet majd találni BFG-t. Ja, meg valaki föltenni a kérdést, látjátok, hogy mennek a bunker felé? De még valaki föltenni a kérdést, hogy meg lehet azt csinálni, hogy a sandboxban lévő tárgyakat be lehet importálni a sztoriba? Nem. Ilyen sajnos nincs. Tehát itt a sztori... Hát körbefosom a lábamat, tehát már alapból kapok Finotrans-es ügynököket. Azt az elbaltázott lóölő 7 centségit neki. Hát ez váratlan volt. Most halt meg. Aztán a Mjölnéreket most felhasználom. Micsoda fészket raktak maguknak a Finotrans-esek. Beszarok! És elvég a szét is lehet barmolni. Vagy nem. Igen, egy együttésből kimúlnak. Csak az a baj, rohadt lassú az animáció.
oda védve van a terület, azt a mindenit. Ez ám a remake-nek az újítása. Double kill! Ezt figyeljétek! Igen, egy Mjölnir kalapáccsal a gázzombit három ütésből, vagy két ütésből lehet kiütni. Igen, be kell menni ebbe a bunkerbe, ebbe a kis fészekbe, lövészárokba. Így, né, ezt el is dobom mindjárt. Csinálom a helyet. Láttátok, egy picit húztam az időt. Kinyílik az ajtó. És mivel a gáztermelőre mennek rá a zombik, ezért nem bántanak engem. És akkor az első részből ugye megtanultam, és hát 15-ös szinten itt megtanulta a zombi járgálás, úgyhogy most ő is így zombisan jön be. Na, ugyanígy újra itt vagyunk az arató bunkerben, ott van a kezükben a BFG, lőnek egyet, és mindjárt szarra megy a fülünk. Na, a gázzombik is megadták magukat. És begyűjtik a méhecskéket. Ja igen, itt begyűjtik. Ebbe a kis kaptárba begyűjtik a méhecskéket. És akkor viszik tovább máshova. Mindenkit szétzombítsanak. És így a kormánynak jobb, több pénze legyen emberírtásból. Ez tisztán, mint az Aratás című film. De ott másmilyen a helyzet. Égség abból a palackokból vannak a zöld gázok, amikből a gázzombik készültek. Ez a tekintet még szigorúbb lett. Igen, itt van itt... Ó! Oh, pirított hagymakarika! Hú, az kincsi! Én most... nem kaptam el, pedig a... pont a közelében voltam. Ja, az le is jöttek. Kösz. Azt a double KO! Áó, nem, ja, hosszan nyomtam le. Mindegy, így is jó. Na, gúnyák leszedve, zsoldosok. Akkor megeszem azt a pirított hagymakarikát. Vagy sült hagymakarika, akinek hogy tetszik, mert az úgyis panírban van. Hát ez... de finom!
És egy kis pizza. Nyakon öntve egy kis kólával. Igen, lesz még kettő, ugye, Point Dexter. Úgyhogy biztos ezeket előveszem. Ah, itt egy macséta, ha valakinek kell. És... Jaj, nem. Itt külön királynőket is lehet begyűjteni. Ott már nem találok semmi... Ja, de ott egy BFG! Jövök utánad, édes szívecském. Hoppá! Igen. De lefelé. Igen, és akkor ide ezek mellé rakom, hogy el tudjam különíteni őket. Meg azt hiszem, itt még egyet lehet majd találni. Ott, 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 de most tele vagyok. Igen, és még egy harmadikat tudok majd magammal hozni. Puty! És akkor megnyomom gombot, és akkor kinyílik az ajtó, és akkor ott van a két nerd. Nézzétek a bal oldalinak az arcát, emlékeztek? Ez konkrétan Woodruff modell. Ez a Woodruff modell. És emlékeztek, hogy az alapjátékban ugye meséltem arról, hogy a striptease pókerben mennyit szenvedtem vele, mire elértem Jackhez az első striptease póker meccsnél, akkor nagyon a halálba küldtem, és akkor itt az alkalom, hogy itt egy kis paybackre. Pierce és Mark. Ennyik voltatok. Itt a gamer laptop. Mobil megvan. Ő is magához veszi a kávét. Aztán eldobja a francba, tehát hogy... Na, köszönöm! Itt legalább értelme volt a kávé eldobásának. És így most már magához tudja venni a kártyát. Amivel már bármikor le tudunk jönni. Meg lekapcsoltuk a kaptárt, így most már bármikor ide tudunk jönni a laborba. És begyűjteni a három maradék BFG-t. Mindig hármas sávot tudjuk magunkkal, mindig hármat tudunk magunkkal hozni. És akkor nem fogjátok elhinni. Három BFG. Három lézerkard. És akkor ezzel vissza tudunk menni ugye a Palisades Mall-ba. Most hát a Palisades Mall mögötti hátsó bejárathoz. Ott azt hiszem a Silver Striphez. Ha jól emlékszem, de... Igen. Ott annál a hátsó bejáratnál, ahol mindig itt szoktam bejönni a Palisades Mall hátsó bejáratánál. Igen, tehát ugyanez a szöveg. Igen, szóval itt a Silver Strip és Palisades Mall közti átjáró melletti liftnél lehet lemenni pontosan a laborba. Tehát nem kell olyan sokat közlekedni, hogy jaj, ki kell menni a Palisades Mall-ba, ott le az alaksorba, vagy valakinek az alaksorába, és akkor nagy körözni, mert minden szar. Nem. Itt a kettő közti liftnél kell lemenni, és már rögtön a labornál vagyunk. Na, és akkor most csináljuk azt. Szépen ide lerakom a BFG-ket. És hozok. Ég veletek lézerkardok. Na, ti is nagyon jó fegyverek vagytok, de most hív a kötelesség. Pont hármat lehet hozni magunkkal.
és csak akkor, ha elhasználtuk őket, és kimentünk a pályára, és visszatöltjük, akkor teleportálnak, spónolnak újra a sokkolók. Tehát mindig hármat hozunk magunkkal. Na de! Nézzük, hogy működik a Lightning Gun. Így néz ki, jó, hosszú! Tehát olyan, mint amikor a Slavia, és hát a nem is, mint a Clay Shoot, tehát az agyagalamb lövészetnél a shotgunod aljára nagy csövet raksz. Nagyobb tárral, meg nagyobb célzással. Így néz ki. Tehát olyan, mint hogyha a lángszórót használtad volna. Na most szépen fogjuk ezeket, és mindegyiket összekombinálom. Még egy, aha. Most akkor van három lightning gunom. De most láthatjátok, hogy a lézerkard és a lightning gunok villognak. Tehát kombinálhatóak. Na most mi történik, ha összekombinálom őket? Oh yeah! Yes! Imádom ezeket, imádom! És milyen hangja van, amikor elteszed, meg előveszed? De főleg, amikor elteszed. Előveszed. Oh yeah! Oh yeah! Oké, okay. Na. Oké, okay. Na, hölgyeim és uraim. Azt hiszem csinálok még örömömre egy kis macsétás seprűt. Na, így most akkor már két italt hozhatok magammal, esetleg még valamit, két painkillert, vagy nem tudom, esetleg valamit hozhatok magammal, vagy rakétavetőket, de nem. Ez most nagyon a végjátékra tartogatom ezeket. Hú, de nagyon, hú, de nagyon, hú, de nagyon. Na, és akkor most vissza kell mennünk ugye a safe house-ba, ugye Rebekának leadni a izéket, a, és hát a laptopot, a gamer laptopot. És ugye a Finotrance-nek minden egyes adata ott van benne. Szépen visszamegyünk, és akkor megtörténik az a nagy plot twist, ami emlékeztek, hogy az alapjátékban az volt, ugye, hogy Sullivan fogta magát, és mielőtt hívta, meg volt a mobiltelefon, meg a gamer laptop. A gamer laptopon megtudtuk a Finotrance összes titkát, pluszban magad mobiltelefonnal, Rebecca hívta volna a saját stúdióját, riporter stúdióját, és hát leizélte volna, adta volna le a drótot, hogy ne bombázzatok le, hát itt van egy csomó túlélő, és mindenkit megmentenék, és ebben a pillanatban ugye Sullivan előkapta a pisztolyt, meg kiderült, hogy ő volt a beépített Finotrance ügynök, aki ráadásul beengedte a zombikat a safe house-ba, és ő lőtte le Rebeccát, tehát ott kum, kész, Rebecca ott halott, ott leírta az életrajzát, ott kész, ott befejezte az életrajzát, a pályafutását. És a Case Westben ugye a Tiki-nek nem adtad be a zombit, akkor maga, a Zombrex-et, akkor maga Chuck közölte Frankkel, hogy hát a Rebecca meghalt, mert ugye próbált nekünk segíteni. És akkor csodálkozik, Rebecca Chang, a riporternő meghalt. Az egyik Finotrance ügynök lőtte le, ugye Sullivan. És ugye most, most itt az van, hogy ugye most azt történt, hogy most leadjuk, és, és ugyanez fog megtörténni, tehát a gamer laptopon megnézzük a Finotrance-nek a titkait, kiderül, aztán ott van a mobiltelefon, amit az aktakukacoktól gyűjtöttünk be, és utána ugye szintén Rebecca hívná a stúdiót, de utána történik valami. Tehát biztos, hogy a pisztoly el fog dördülni. De hogy kire, mire, azt nem tudjuk. És ezt a remake-ben egy kicsit megváltoztatták, és nyilván emiatt, hogy az alapjátékkal ne lehessen összekeverni. Na most meglátjuk! Én tudom, hogy mi fog történni, de jobb, hogyha nézőkkel együtt reagáljuk le a dolgot. Mi a pula hazugságok alatt? Kész. Igen, ők okozták az egészet. Ők csinálták a gyógyszert, de a gyógyszerhez emberölés kell. Szállítsd itt van.
stress. Seeing things out of the corners of our eyes. Imaginary stuff. There's nothing imaginary about this. Mm-hmm. I don't understand. Why would they... I'll tell you why. It's been a couple of years since the last outbreak. A Vegas-i. Zombrex like they used to. Nem vették a Zombrex-et. And even the military can't stop them. Még a katonasság se tudja megállítani őket. Every pharmacy in the country, all for Zombrex. They're making a killing off this. This is worse than Willamette. Rosszabb, mint Willamette. Unbelievable. We're taking these bastards down. I found this down there too. Itt a mobil. I'll call my station. They'll send help. És... What the... Oh shit! Hoppáré! I'm gonna get you some help. Ennek már minek? You gotta take care of this for all of us. Thanks for saving my ass, Sullivan. You were a good man. Looks like there's a party going on in Fortune Park.